Seki sebe nem mehetett senki az ország egyik legnagyobb alma feldolgozójánál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Anarcson. Csak nem 500 alma termelő állta el az üzembejáratát, hogy így tiltakozzanak az alacsony felvásárlási árak miatt. A feldolgozó osztrák tulajdonos ugyanis idén 13 forintot kínál az ipari alma kilójáért. Én abban bízom, hogy ebben jelentős változások lesznek. Felfele fog mozogni az ár, remélem. A balkányi Szőlős István 15 hektáron termeszt almát. Azért csatlakozott a demonstrációhoz, mert számításai szerint a kínáltár a költségei töredékét fedezi csupán. A 13 forint arra elég, hogy ide beszállítsuk, és a, úgymond a napszámos, aki felszed ennek a munkabérét fedezi. A mi költségünket ez sajnos nem, vagy elállítási költségünket sajnos ez nem fedezi. Addig maradunk itt, amíg nem tárgyalnak velünk. A demonstráció szervezői tárgyalóasztalhoz szeretnének ülni a felvásárlókkal. Bíznak abban, hogy néhány hét alatt megállapodnak. Remélem, hogyha összetudunk fogni mi gazdák, és senki nem szállít terméket a feldolgozóknak, akkor szerintem ez egy-két-három héten belül lezajlana. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint méltatlan helyzetbe hozza a termelőket az ipari alma kirívóan alacsonyára. A zöldséggyümölcs terméktanács szerint pedig ezen az áron nem érdemes elkezdeni a betakarítást. Magyarországon idén az átlagos 550 ezer tonna alma helyett előreláthatólag 7-800 ezer tonna terem majd. Az árra az is hatással van, hogy Európa szerte rekordmennyiségű termés várható.